Köszönjük kíván a tiszteletnek, köszönöm kedves nézőinket a Civil Összefogás Fórum aktuális civil akadémiáját, ma is a Polgárok Házából közvetítjük. Az elmúlt évek európai és hazai történése után nem tudom, van-e még bárki, akiben felmerül a kérdés, hogy vajon kiket, miket nevezhetünk a civil szervezeteknek. És mindazok a témák, mindazok a jelenségek, amelyek a normalitás ellenében hatnak, vagy amelyek a többségi társadalom értékei és hagyományai ellen valók, azokkal minimum óvatosan kell bánni, hogyha hatékonyan vagy hatékonyabban nem is tudunk fellépni ellenük. Tehát ezeknek az álliberális demokratáknak mindig szükségük van valamilyen kisebbséghez tartozó csoportokra, akiket nagy pénzzel és erővel a többség fölébe tudnak helyezni jogokat szerezve számukra. Tehát röviden NGO-k itthon és Európában, illetve merre tovább. Európai Unió és 15 év után mennyire élünk és milyen hosszú még a régi bűn. Az hogy a 15 évvel ezelőtt már 26-án elhangzott hírhek készmúgi beszéd árulunk a szólt, erről is beszélgetünk majd a mai Civil Akadémia két vendégével, Lórán Károly közgazdásztal és Ifja Bornici Zoltán alkotmányjogásztal, minket a C12 szakértői csoport tagjai tiszteltel köszöntöm az urakat, jó estét kívánok, szervusztok! Az Európai Unió, vagy pontosabban Európa Kommunizsadó Aktualitással kezdjük a mai beszélgetés, néhány nappal ezelőtt Magyarország vett át Németországtól az Európa Tanács miniszteri bizottságának soros elnökségét. A magyar elnökség kitűzött prioritásai a nemzeti kisebbségek hatékony védelme, a jövő generáció, a vallás közeli párbeszéd és a környezetügy támogatása valamint felkészülése a jövő kihívásaira. Jelentse ezt ugye bármit is. Bármely témában is tekintünk vissza az elmúlt évekre, az évtizedekre, akár hazai, akár uniós vagy európai viszonylatban, akkor a fával vágja Magyarország a felszínét. Ha a szoros elnökségről beszélünk az Európai Tanács kapcsán, akkor rögtön érdemes beszélni, hogy egy olyan nemzetközi szervezetről van szó, amely minimum azt mondhatjuk, hogy a működésének egyik súlyos válságát éli meg. Amikor arról beszélünk, mert kénytelen vagyok a válaszadást kapcsán összekötni a Strasbourg-i emberjogi bírósággal kapcsolatos ügyeket azzal a ténnyel, hogy a soros elnökséget átviszi Magyarország, hiszen az Európa Tanács bejelentette testületileg, hogy kivizsgálja azokat az ügyeket, amelyek az Emberi Jogok Európai Bíróságának működése kapcsán korrupciógyanús kérdésként felmerültek. Jelesül előfordulhatott, hogy önkormányzati szervezetek, NGO-k olyan kedvezményben részesülhettek Strasbourg részéről, és az kimutathatóan számos ítéletben megtestesült, amely megkérdőjelezi az ítélkezés kötelezettségét. Most azt tudjuk, hogy az Európa Tanács gyakorlatilag letépezi a szervezet, illetve az Európai Unió, hiszen van egyfajta végrehajtó testülete, van egy parlamentnek megfelelő alkotmány törvényhozás, de névleg parlamentként funkcionáló parlamenti közgyűlésnek, illetve egy bírósága. És hogyha ebből a három fontos intézményből az egyik ilyen súlyos válságba kerül, akkor ott nyilván azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi szervezet identitásra is veszélybe kerül, mert hogy, és megint csak azt kell mondjam, hogy kikerülve azt a választ, hogy ez csak egy látszat elnökség, hogy nem sokat várhatunk, de valahol mégiscsak ide kell eljutnunk, hogyha azt a kérdést nézzük, hogy az Európa Tanácsot is végső soron, mint a legtöbb ilyen nemzetközi szervezetet a népszövetség megalakulását követően azért hozták létre, hogy az emberi jogok előre mozdításában, továbbfejlesztésében, továbbélésében szerepet játszanak. Egyszerű körök, ha szabad így fogalmazni, az összes nagyobb nemzetközi szervezet, vagy éppen téma specifikusan egy-egy kérdést a zászlajára tűz, akár legyen az egy etnikai kisebbség, egy szexuális kisebbség, vagy éppen a környezetvédelem kérdésköre,
de nagyjából egészében a nagy tekintélyi nemzetközi szervezetek, az ENSZ-től kezdve, ugye aztán az Európa Tanácson át, az EBSZ is, végül is a polgári és politikai jogok védelmi szolgálója, és mentén szervezi a tevékenységét. Tehát nem csupán egy szimbolikus, hanem valóban a gyakorlatban is súlyjal emberi szervezményről van szó. Mert ugye kevesebbről beszélünk róla, mint az Európai Tanácsról, de sokan ezt is kevesebb. Így van, de, és akkor ezzel zárnám, de ha valóban hasonlóan szintézményről lenne szó, akkor miután a migrációs ügyben tudott az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az ENSZ migrációs szervezete, vagy menekültügyi szervezet, az UNHCR kötelékben vártam adni Magyarországon, hogy ezt a kifejezést használjam, vagy ráállítani, vagy kritizálni. Az a kérdés, hogy amikor az Európai Bizottság ilyen konok módon a nemzeti kifejezők ügyét kérdezteti, egyébként másodszorban, akkor miért nincs senki, mondjuk az Európa Tanács emberi jogi főbiztosa, keresztül, aki megszólal ebben a kérdésben, és megpróbálja azt a hézagot kipótolni, azt az ült, amelyet keletkeztetett ezzel a hibás döntésével az Európai Bizottság. Egyébként nem csak ez a kisebbség védelme, az egyetlen egy ilyen téma, amiben ez a hiányzás az Európa Tanácshoz kapcsolatban a szemben felmerül, nem? Nem, hát ugye az Európa Tanács gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy jelenleg nem képes kezelni az európai szintű federalista központosító törekvéseket sem, sőt, ezt kell, hogy mondjuk, hogy az Európa Tanács párhuzamosan támogatja ezeket a törekvéseket, támogatja azt a tendenciát egyetlenül, hogy a gazdagországok mondják meg, hogy diktálnak, hogy hogyan ítéljék meg például a jogállamiságot, tehát az egyoldalú értelmezési narratíva az egyoldalú értelmezési narratíva kezd kialakulni, amelyet Brüsszelből, illetve Berlinből, esetleg Párizsból határoznak meg. Ebben is partner az Európa Tanács, de még ezt elmondom, itt a legfontosabb és legfontosabb kérdés, hogy Strasbourg évek évtizedek óta rendre eurómilliókat szed ki az államok segélyből, és kezdve NGO-knak a segélyre. Ezt mondjuk ki. De nem is tudom arra azt, hogy egyenlően kérdőnek, mert itt egy politikai harc van együtt. Tehát mondjuk én ezt nem annyira jogász oldalról, hanem olyan oldalról közelítem meg, mint újságíró, aki hetente rendszeresen jól olvasta a nyugati sajtónak a nagy részét, és látva azt a hihetetlen elfogultságot, ami jellemző a nyugati sajtóra, és amikor például sajtószabadságról beszélnek, és próbáljuk Magyarországot, Lengyelországot elítélni, hát ez igazából egy nevetséges dolog, mert nyugaton aztán végképpen nincsen sajtószabadság, és itt most már szóval szabadság is nincsen, ugye hát látunk erre a konkrét példákat Amerikában, Nyugat-Európában. A helyzet az szinte rosszabb, ugye nekem hosszú a koronapróba az emlékezetem, a helyzet szinte rosszabb, mint a Rákos időben, mert így a Rákos időben se lehet a bizonyi dolgokat kimondani, mondjuk az ültettel a körbe, én például dolgoztam a 50-es évek elejére Rákos időszakban egy vállalatnál, ahol azt hiszem itt valami előtt tiltakozni kellett a koreai háborúra valami. A melósok egyszerűen nem mentek be a művezetői irodába, mert megtehették, hogy nem, tehát kifejeztették a véleményt. Nyugat-Európában újságírókat, Amerikában újságírókat, a kapusajtőt kirúgták azért, mert egy véleményt hangoztatott. Tehát itt szó nincs arról, hogy valamiféle. Én azt is mondanám, hogy nem is kettős mércét alkalmaznak, egyes mércét. Tehát, hogy csak nekik van igazuk, és mindenki más, aki ebben szemben áll, az ellenség is, itt van egy olyan dolog is, ezt talán mondjuk az Európai Unió jövőjénél, mert ha például, az Európai Unió belsőjéről beszélünk, azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz kilépett a néppártból, hogy ennek a következményeit, hogy itt azokat, akik nem értenek egyet a főirányjal, úgy próbálják fel lehetítani, hogy olyan kategóriába sorolják be,
amelyek a második világháború színes tüntettek miatt felettek elfogadhatunk kategóriát. Tehát ugye azt mondja legalább náci, azt mondja fel, hogy szélső jobboldali, és hogyha én szóval állok valakivel, akire azt mondták, mert elsütötték rá, hogy ő szélső jobboldali, akkor én is szélső jobboldali vagyok, és velem szállhat. Két is a szóba, illetve aki szóba áll velem, az azt kockáztatja, hogy ő vele utána mások mondanak szóba. Na most az a helyzet, és én ezt a küzdelemnek adatom, tehát én nem is várom azt, hogy ezek a szervek, a bíróságok, meg bármilyen egyéb, tehát az Európai Bizottság egy reális lépéseket hozna, tehát tényleg a valóságot érlegeljünk, mert ha a valóságot érlegeljünk, akkor Magyarországon a sajtószabadság az sokkal inkább megvalósulna, mint a Európában, Amerikában, mert itt egy kattintással az emberek ellenkezőjét hallja annak, hogy a kormány propagandának, de ezt nem lehetett csinálni nyugaton. De amit viszont nyugaton meg lehet csinálni, és ez is egy érdekes értelmezés egyébként a sajtószabadságnak nyugati módra, hogyha már erről beszélünk, csak talán egy adalék a beszélgetéshez, vagy egy igazságügyi miniszter Facebook oldalán érte mindig arról, hogy az Európai Bizottság megnyitná a különböző sajtóbeszélgetéseit, háttérbeszélgetéseit, sajtótájékoztatóit, tehát online módon. Az egyébként nem akkreditált már, mint az Európai Bizottság különböző rendezvényen, tehát újságírók előtt is hatalmas volt a tiltakozás, az úgymond pártatlan és független objektív nyugat-európai sajtó, a brüsszeli sajtó egyes képviselői részéről. Tehát a kettős mérce azonnal itt is megnyilvánult. Az egyes mérce, nekik igazuk van, nekünk is kész. Igen, és nem is mindenki hallja, és nem is mindenki tegyen fel a kérdéseket. Szóval igen, nem megérik, vagy mindenképpen ezzel is az Európai Bizottság, vagy a Jobberizottságnak, ugye, aminek az egyik sláger témája főleg német vagy a lengyel és magyar viszonylatban a sajtószabadság. Hogy én gyakran figyeltem, de csak én is volt még a Brüsszelben, és nekem a Identity Demokrácia csoportban voltam, tehát abban, ahol a Nigel Farage volt, aki kivitte a brüsszeket ugye az Európai Parlamentbe, és láttam, hogy amikor én felszólal egyáltalán fölállt, hogy micsoda morgás volt tulajdonképpen a többség részén, hogy belőle akarták szóltam ezt, de nagyon ügyesen beszélt a sajátos hangjával, és mondta, hogy alkotva nekem, hogy azt mondja, hogy ezek lerombolják Shakespeare nyelvét is, ez tényleg így van. Én se beszél amin szépen angolul, de amit az Európai Parlamentben angolul úgy kitörjük, hogy a bozunk hozzá. Látok, hogy olyan is kapott a polgárisülések, a hangulatnak meg stílusát felidézik. Hogyha visszatérjünk itt a kiinduló témához a soros elnökséggel kapcsolatban az Európa Tanácsérén, a hangoli ülésen Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter egyetlek mellett mondta a következőket. A koronavírus járvány mellett új politikai konfliktusok is jelentkeztek a közelmúltban, és a kölcsönös szankció, valamint a verbális incidensek a globális gazdaság főszereplői között aggasztóak. Miről van szó pontosan, hogy melyek elsősorban a legmélyebb törésvonalak ezen a téren, illetve Szijjártó Péter ezt is hozzátette, hogy amikor a kelet és a nyugat között konfliktus bontakozik ki, Közép-Európa általában beszélhet, ezt sokan nem hozzá tudjuk. Tehát melyek ezek a legmélyebb törésvonalak? Az a helyzet, hogy amikor szankciókat hoznak például a kelettől, Európai Egyetlen, hogy jelesen a Oroszország és a Kína. Tehát tulajdonképpen, amikor ilyen keleti hatalmakról beszélünk, erről a két országról van szó, és gyakorlatilag az a helyzet, az ember nem érzi a statisztikát, hogy az amerikaiak, a németek, a franciák, minden kereskednek ezekkel az országokkal, nagyságrendekkel nagyobb a kereskedelmi forgalmi szinten, mint mi a legonyolítunk ezekkel az országokkal, de ugyanakkor, mikor szankciókat hoznak, akármilyen területen az elsősorban bennünket sújt, mert a mi mezőgazdasági termékeinket érinti például, vagy valamilyen importot érint. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy mikor adakoznak is, hát ha már itt tartunk az Európai Unió külpolitikájánál, és a Szijjártó úrnak a megjegyzésénél, hogy az ember itt is gondolkodik, hogy mi lenne egyetlen zöldnek. Tehát miért akarok én beleszólni abba, hogy Oroszországnak belülről ilyen politikai mozgalmai vannak, hogy ki az ellenzék, vagy ki nem az ellenzék. Annak idején, amikor még Kína háborúzott, a szokásos háborúzott, többször háborúzott Indiával, de valamikor az 50-es években végül megegyeztek, akkor volt egy olyan, hogy a békés egymás mellett érés egy falat, de nem tudom, mennyire is van, és a kifejezés. Most ennek az egyik, tehát az öt alapvető az egyik az volt, hogy nem szólunk bele egymás belügyébe.
Most azt nem tudom, hogy az Európai Unió külpolitikája miért nem tudja megvalósítani, ugyanis, hogyha akarnak egy külpolitikát csinálni, akkor az lengyel szempontból egész más, mint orosz szempontból, vagy német szempontból. És ugye értetes a dolog, hogy ugye, miközben a déli áramlatot ugye annak idején politikai okokon megakadályozták, megindították ugye az északi áramlat kettőt, Amerika tiltakozott, és egyszerűen most már beállítozott. Most mi történt? Tehát az ember egyszerűen követi se tudja, hogy itt igazából a politikában mi van, oda kell kiukadni, hogy én egyetértek a külügyminiszterrel, hogy között Európának megvannak a saját érdekei. És ezeket képviselni kell, tehát is abban a bűnünk lenne az a gerinc, amelyik egy önálló politikát kell, hogy kialakítson, és itt szembe kell menni abban, hogy szíres óra mindenfajta valamiféle tehát valami hátrányt vesztenek ki az orosz szankciókat, vagy különböző korlátozásokat vesztenek ki az oroszokra vagy a kínaiakra, mert azzal tulajdonképpen nem tudunk sehova. Tehát ez nem egy olyan külpolitika, amit mindenki tudnak támogatni, tehát azért kellene ezt keresni. És itt én szerintem a végén észre kell tartani a dolgokban, mert ez a politika elsősorban bennünket fűt. Nagyon figyelmesen követtem, amit Anna mond, és először is akkor kitérnék arra, hogy valóban ennek vannak interjúbátom. Az ismeretén nem csalnak, akkor a Wilson jelvek voltak azok, amelyek inkább egyfajta box amerikánának a elterjesztését. Ezt szorgalmazták a Monroe-el, pedig inkább a bezárkózás és a saját felső területre történő koncentrálás jelentett, ami természetesen nem gazdasági értelemben történő bezárkózás, hanem a külpolitika expanziós jelenlegi gyakorlásának háttérbe szorítását jelentette. Ha szabad egy kicsit visszalépni, mert erről azt hiszem kevés szó esik, vagy kevesebb szó esik, mint kellene. A második világháború után, ugye egy asztalnál, ha tetszik, egymás mellett ült Churchill, Roosevelt és Stalin. De azt ne feledjük el, hogy Kína melyik oldalon állt. A győztesek oldalon, hiszen Japánnal szemben ez az ország is háborút folytatott. Tehát egyértelműen, hogy az akkor, mint orosz, később szovjet, illetve kínai tömb, a győztes nagyhatalmakkal együtt a második világháborút követő időszak haszonélvezője volt, és aztán kialakult egy olyan hidegháborús helyzet, amelynek több logikája van a történészet szerint, mármint a helyzet kialakulásának, mint az a gerjesztett hidegháború, vagy az a gazdasági hidegháború, amit most építenek. De kétségtelen tényleg, amit tanár úr itt mondott, hogy azok a gazdasági kapcsolatok, amelyek virágoznak tőle a Németország és Oroszország között, meghazudtolják ezt az Európai Uniós politikát, mert végsősorban arról szól, hogy a spread partján határozzák meg az Unió fő irányvonalát politikai értelemben, az orosz országgal szemben kivetett szankciókról úgy döntenek Berlinben, hogy közben építik az északi áramlat kettes vezetéket. Tehát itt egy jamszarcú politika zajlik ilyen szempontból, vagy úgy is fogalmazhatnánk, hogy megetetik a polgárokat egyfajta narratívával, ízelik egyfajta másik háttér alkú politikája és a valósága a színpartnak. És amit meg el szeretnénk mondani, hogy az a legegyszerűbb és egyébként legvallásabb, hogy Magyarországot Kína és Oroszország trójai palovának nevezik, miközben mondok egyetlen egy számadatot, ma már több mint 70%-a a gyógyszeripar alapanyagának, tehát azok a kémiai összetevők, amelyek a dolgoztán a gyógyszereket készítik, ezek Kínából származnak. És tudnék még több olyan szegmensét mondani egyébként az iparnak és a gazdaságnak, például csipgyártás, hogyha Kína nem exportál, akkor bizonyos infrastruktúrális szegmensei az Európai Uniónak leállnak. Tehát egyszerűen ez egy olyan álságos politika, például ami itt a tudom körül is megy, ami egyáltalán nem találkozik részt viszont a valósággal,
de arra jó, hogy felderüljenek el, remélhetőleg egy nagyon szűk közösséget, amely idővezetőleg beveszi azt a maszlagot, hogy mi egyébként el tudjuk magunkat szigetelni, nem csak hogy Magyarországként, hanem mondjuk az Európai Unióként is Kínától vagy Oroszországtól, ez egy képtelen szigetelés. Ha megengedik az urak, akkor most itt idézném a Soltóban, Németország, Franciaország, illetve Visegrádi négyek tengelye kapcsán az elmúlt hetekben kivoltak az vitát a szlovák sajtóban, Orbánikor Magyar és Mikor, Mikor Zorinda korábbi szlovák kormányfő között. Előbb itt arra próbálta meggyőzni utóbbit, hogy az Európai Unió nyugati fele, ugye Orbán Viktor szavazatban. Szóval az Európai Unió nyugati fele mostanában bánik a keleti tagállamokkal, és nem tűrhetjük tovább, hogy a keletkezett európai államok az EU felettől legyenek. Erre ráprintoztam a szlovák sajtóban Mikulás Zorinda mikori kormányfő. Szerintem, idézem, a magyar miniszterelnök elképzelése a harmadpólusú Európáról irreális és káros. És hozzátette azt is, hogy nem rivalizálni kell a német-francia együttműködéssel, mert ez a képesség cipeli a vállán a legnagyobb felelősséget a kontinensen. Ezzel az Európai Unió szépe prózódna, és ez az EU végének kezdetét jelenteni, illetve Orbán Viktor ezzel Kína és Oroszország érdekeit képviselni az Unió megbénításában és leépítésében. Eddig ugye az idézetek, amire aztán megbénítették Orbán Viktor. Hogy véleketnek azonnak az elhangzottakról, melyik oldalon az igazság, vagy egyáltalán, hogy mindenképpen választani lehet? Itt ilyen azt lehet mondani, hogy a Zorinda oldalon az igazság, az atat, nem az úgy, hogy itt vagy ő nekünk az atat, jó? Nyilván az irányos kompletten jelenleg így, hogy nem csinálni. De hadd tegyem hozzá, hogy rengeteget foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, hogy amit Zorinda mond, az egy olyan ideális elképzelés az Európai Unióról, ami tulajdonképpen gazdasági és társadalmi okok miatt megvalósíthatatlan. Hát én mondok egy, tehát ő abban gondolkodik, hogy egy német-francia vezetéssel csináljuk meg azt a egységes Európai Uniót, azt a szövetségi államot, ugye amit akár hoztatjuk is az Európai Parlamentben hajtanak. Most ez egy gyönyörű elképzelés, hogy Európa együtt, csak hogy a következő a probléma, hogy egy szövetségi államban kell egy egységesnek. Tehát amit mindenki beszél. Tehát India például, hogy egy olyan példát, hogy az Egyesült Államokkal természetesen az angolul beszélnek. Ugye, de Indiában nagyon sok helyi jelen van, de akkor is van egy közös jel, vagy más szövetségi országokban is van egy közös jel. Európában nincsen. Hát a bábeli fűrzavar az semmi ahhoz képest, ami az Európai Parlamentnek az adórőjében van, ugye, amikor az emberben lenne. Na most, ez annyit jelent, hogy nem is tudjuk, hogy ilyen francia politikusokat támogatjuk, hogyha itt egy szövetségi állam lenne. Ugye ott mondjuk, mint az Egyesült Államok, vagy Németország, vagy mindenki beszél németül. Ez az egyik probléma, és fölösleg. A másik probléma, hogy egy szövetségi állam megkövetelni, hogy a GDP-t 20%-át szemponizálják, mint hogy minden szövetségi államban is van. Ez is nem akar hozzájárulni. A nettó befizetők az 1%-ot, ami jelenleg a közös költség, azt is fokarják. Aztán az identitás. Tehát egy szövetségi államban valami identitásra kell, tehát a szövetségi állam, aminek az identitásnak felül kell élni, mondjuk más identitásokat. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy én amerikai vagyok, ugye? Most már ott is megkérdezett ez a helyzet, hogy milyen csoportok alakulnak így, hogy ez külön téma. De az Európai Unióban egy uniós felmérés szerint is az európaiak 90%-a azt mondja, hogy elsősorban az identitásra fontos helyet nemzeti, azt tartozik, és másodszorban legfeljebb az Európai Unió. Mindössze 5-10% lehet maximum, aki azt mondja, hogy ő elsősorban Európai, azt mondja, hogy más. Na most hát ez egy másik ok, és még lehetne sorolni azt a dolgok, ami miatt a szövetségi államok nem lehet létrehozni, ami miatt a Zorindának ez a felképzelése, ez neki elhoztattatlan, tehát az egész nyugati elitnek a megfelképzelése nem megvalósított. Na most ebből a szempontból nekünk feltétlenül igazunk van, mert mi egy reális megoldást akarunk. És a reális megoldás az, hogy az Európai Unió jellegzetesen különböző múltú, meg identitású államokból áll, és hogy ezekre
ezeknek egyrészt figyelembe kell venni ezeknek az érdekeit, de másrészt arra kell jutni, hogy ezeknek egy önálló fejlődése volt a múltban, de nem csak három részre jött ezt bontani, mint tulajdonképpen, azzal úgy lehet három részre bontani, talán volt szocialista országoknak a blokja, ami egy jellegzetes, van az Dél-Európa, amelyik egy jellegzetes, és van egy észak-nyugati blokja a maga országok, Franciaország csak félig tartozik oda, legyünk őszintén, és akkor egy olyan konstruktort kellene kitalálni, amely figyelembe veszi, hogy három jellegzetesen eltérő országcsoportnak a sajátosságait. Például az, hogy a közép-kelet-európai országokat tartani ezen okoztatni. Például, hogy a dél-európai országok elavosodását meg kell volna akadályozni. Tehát én, amikor alátom azt mondom, hogy Orbán Viktor véleményét, akkor én ezt igyekszem nem azon az alapon, hogy most itt ülök, hanem azon az alapon, hogy szakmailag neki van igaza. Hogyha mondjuk a szakmai kérdéseket is azonnal nem tudom, hogy szólt neked, hogy maradom tetszett a gazdasági mutatóknál, akkor az meg állja a helyét, az a kijelentés, hogy a nyugat kiszipó ezzel a felet, hogy természetesen Európa nyugat életre kellett, hogy egyszerűen beszélnek. Mert hát ez elő kell venni a fizetősömi adatokat is, hogy kell nézni. De még nem egyértelmű. Ez egyértelmű. Tehát én amikor már készült, hogy a mostani előadásra készültem, én nem is néztem. Évente a Magyarországról készült, tehát körülbelül egy 8-9 milliárd dollárt ilyen vállalati élesztő formában. És mondjuk bejön uniós támogatásként, hogy eddig így átlagos olyan mondjuk 4 milliárd dollárt összesen évente. Tehát a felek. Tehát őtétlenül igaz, de mi még nem látunk olyan rossz, hogy Dél-Európa, amelyik el is adósodott. Igen, ez a kérdés, tehát Gyurindon Jelens pontja, az is Magán Viktor Jelens pontja az európai nagyon sebességű, ha fogalmazhatok ilyen a területet kérdés. A volt szlovák miniszterelnök ellátogatta Kecskemétre, Győrbe, vagy éppen Debrecen, ahol már lehet megtekinteni, hogy itt tovább ilyen ügyel, akkor nyilván is hallani, hogy ez egyfajta a ideológiai kommunikációs küzdelem, akik politikus között, amelyek centrális alapján. És a magyar miniszterelnök egy reál politikus, az, hogy Bolszlovák kormányzat nem érti azt, hogy mit akar az elleni, az egy másik kérdés. Nem arról van szó. Igen. Pontosan. Arról van szó, hogy a gazdasági kapcsolatok szintén lennének irányzó a német-magyar kapcsolatok. Elsődik a első számú gazdasági partnerje, a második a Egyesült Államok. Tehát ezt gondolom már, hogy mindenki tudja, ez a Szlovákiában. Itt most valóban az üres pont határozza meg az álláspontot, tehát akik egyszerűen belpolitikai vagy háttérbe szorulnak, akkor szinte automatikusan összeállítanak, mert most úgy tűnik, hogy Lengyelországban is ezt láttuk a legutóbbi választásokon, hogy vannak az Európai Parlament, tehát a federalista és vannak a szuverenista. Ez nagyjából Magyarországon is 22-ben a választás előfordult. Ezért nem érdemes már gyakorlatilag baloldalról, meg jobb oldalról beszélünk erre az Európai Parlamentben sem, mert ez itt a főkörös pont. Pontosan így van, azzal együtt, hogy szerintem azért magyar sajátosság, hogy itt is ezt a századvég egyik kutatást is találtam osztotta, meghatározó a magyar ellenes, vagy a magyar érdeket ellen néven politizáló politikai tömb. Mit értek ez a tehát Lovantország után például a magyar európai parlamenti baloldali képviselők azok, akik a legtöbbet dolgoznak a saját hazájukkal. Tehát gyakorlatilag... Másik azt hiszem, hogy a Lovantország. Ott is nagyon rossz a helyzet, de valóban mi ilyen szempontból volt Kecskemétben gyakorlatilag első vagyunk a horvátokkal. Hogy én hát most a horvátokat konkrétan nem tudom, de ugye a heti egy cikkekkel írhat, és az nemzetközi politikában jön, és ehhez át kell olvasni egy csomó lapot. Most én azt nem mondtam, hogy olyan mértékben szabadulnak az országot, mint ahogy Magyarországot mondjuk közös valutában, és mikor az ember utána akar, hogy honnan származnak az információk, hát innen.
Na most én ezt nem tudom, hogy egymásra most lehet, hogy Horvátországban vannak ilyen problémák, de akkor ez csak a 900 éves együtt élésnek az eredménye lehet. Én más országon, tehát most nem, tehát a lengyelek úgy láttam, hogy a lengyel alapvetően nem jön. Tehát ne kell valami, hogy az első nem jön aztán, tehát én nem jön. De talán nem egész, amíg voltam, hogy te, tényleg, akkor, hogy mondjam, tehát fölmegy a pont, amikor olvasni ezeket a cikkeket, amit nem tud el elobzorgat, amit én is jól szeretnél, aki ezt csinálta, vagy megtervezte, az én főnökömnek a felszíget. Tehát már büszen főnököm, amikor ott kimondtam. És az, hogy nincs olyan hét, hogy a Magyarországot elmarasztom, hogy szinte még lenne benne, az olyan bőrtőt természetesen, aki valamit, hogy itt a műsorcsának a munkatársadat. Úgyhogy, és akkor én nem azt mondtam, hogy mindenkor. Tehát én, mert az óra, én ilyet nem tapasztaltam. Máshol, hát ezt a hírváltatnak utána nézek, de én ezt nem lengyeleti van, de az, hogy valaki folyamatosan a saját országát elmarasztva, és abban egy érdekel, hogy ne kapjon pénzt, vagy hogy itt éljék el, vagy hogy valami negyű kártalan legyen, hát én ezt nem tudom. Jó, jött szerintem, hogy gyakorlatilag a saját népen kellene kampányolni, például Szlovákiában, vagy Romániában, egyébként ugye mind a két esetben választásokat, vagy akkor a különös választások kapcsán, hogy ezt például nem tudom, hogy igen, és jó, nagyon köszönöm a említett politikus felmedetését, mert hogy pont a egy-két magyarázatot erre nézetve nemrégiben hallottam magyari politológustól, aki írészte Lékes Márton azon cikkét, amelyet Magyarországon mindenkinek Fekete Durrantás felmenőiről szól, és ezt az egész helyzetet leírta. Magyarországon szemben a többi országban, ahol van egy nagyjából egységes politikai eset. Itt valóban történt egy elit csere, vagy legalábbis az elitek közötti éles különbségtétel sokkal inkább megterhető, mint mondjuk ez megterhető lenne Németországban, de akár mondjuk Franciaországban is, ahol láthatjuk, hogy Jean-Marie Le Pen gyakorlatilag mondjuk így, hogy egy erős presszó kávénak indult, és most már egy ilyen landos teljes kávé az a politika, ami az képest képviselni, mint jó néhány évvel ezelőtt. Ez azért bozasztó lényeges, amit a Lékes Márton felvázolt. Mert itt volt egy kommunista vezető réteg, amely átmentette a politikai és a gazdasági hatalmat 89-et követően, megtartották az egyetemi címeket, stb. És ezt részletekben akár belemenni, de ezt azért említettem meg, mert az épülő takács kövényel ezt a telkosszállásában is olyan látszik a komoly szerepet játszik, és egyesek szerint itt az említett párhuzamon meg követett jelentőségre. Aztán indexesek lettek, ami azt jelenti, hogy különböző külkereskedelmi cégekbe vagy a törnödőtettél adtak, vettek, kiépítették a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat, ezáltal is megszilárdult a hazai helyzetüket, és a privatizációban ezáltal aktívan tudták segíteni a holland kormányzatot, hiszen ismerték azokat a külföldi cégeket, akiket vélhetőleg nem mellőzvén a korrupciót, behoztak Magyarországra, és kiárosították a közvagyont. És a Ugye Zsanyjá is, amit volt megbízva, hogy nem. Így van, és akkor jött 98 és 2002, amit úgy kezeltek, mint egy nulló rosszul jött, hiszen 2002-ben ott voltak meg, ahol 98-ban abban vettek, gyakorlatilag a legtöbb hivatáson, de ugyanazok a figurák ültek a társadalom legfontosabb szegmenseiben a vezető pozíciókat megtartották maguknak, és azt gondolták, és itt jön a Fekete Durrantás az képbe, hogy az ilyen típusú emberek, akiknek a nagyszülei mondjuk pártfunkcionáriusok voltak, azoknak úgy építették ki a rendszert, hogy az egyetemi szférától kell mindenhol meglegyen az a jó káder, aki segít abban, hogy ide bekerüljön a fiam, aztán abban az állásba bekerüljön, stb. Stb. Tehát ez egy nagyon-nagyon jól működő posztkommunista szisztéma, amely kérdéket, és ha tetszik, ebben ragad bele a Fidesz. És ezért van az, hogy az ilyen donálatok, akiknek hát ugye megint csak ilyen természetesen vallom azt, hogy a szülők bűneiért figyelmeket nem vonhatok a felelősségre, de ha ez a lineáris kapcsolatrendszer működik, amit Békés Márton felvázol, akkor mégse tudunk elvonatkoztatni donálat papától, donálatommal és
bizony azt kell mondjam, hogy ez az elit, ez küld a régi bástyáért. Ez az elit, ez a posztkommunista elit, ez igenis megpróbálja foggal körülmel megtartani a régi pozícióit. Még egyszer mondom, az egyetemi szférában, az igazságszolgáltatáson belül követően, az ezzel szakterítő hivatásrendeken belül a gazdasági szférában, és borulnak ki, és hát ezért van az, hogy most nyugodtan beszéltem Mészárosról, de én ezt a reggeltől estig, itt a vörösbároknak a bűnei azok nem felcsútig érnek, hanem körbeúrik a világot kis túlzással. Tehát erről kellene beszélnünk reggeltől estig, hogy a gangszférában meggazdagodott mafiózó gangster gazdasági bűnözők, hogy működhetnek a mai napig olyan komoly céghálókat, amelyet akár még Mészáros Lőrinc is megirigyel, mert erről egy sort nem lehet leírni, mert esetleg úgy állna az újságíron, hogy Szlovákiában járt, hogy azzal, hogy a maffia áldozatainak váltak. Tehát itt egyértelműen lehetőzik, és soha nem tartottam magam szélsőségesnek, ez egy szélsőségesnek tűnő álláspont, de azt gondolom, hogy ez a norm, hogy tehát a valóság felé mégiscsak ez konvergál, leginkább az a fajta nézet. De hát azt gondolom, hogy tudod, hogy az olyan dobrevek az apró kérdelmény, és hogyha itt a határozulatunk jelen esetleg velünk, milyen részét van az a belpolitikai folyamatban? Igen, ehhez még szeretnék csak egy apró megjegyzést tenni, hogy igen, hát koronnak az elég sok tapasztalatom volt, hogy olyan helyet is dolgoztam. Csináltam a 90-es évek elején egy matematikai gondolat, hogy összefartó embercsoportot hogyan tudjuk intézményeket elfogadni. Hát nem tudtuk azóta, de elfelejtettem már a programozást, és meg a magam is elveszett valahol, de a réteg az volt, hogy különböző csoportokat tételeztünk, akik között a vonzalom különböző fokozott. És akik között a vonzalom nagyobb fokú, azok előbb-utóbb az intézményt el tudnak foglalni. Mert egy intézményben évente kb. 10%-kal cseréljék az emberek, és amikor egy bekerül, utána hozza magával a többit, hogy is olyan helyzetbe kerül. És én ezt lejátszottam sokszor, és különböző ilyen vonzalmak beállításával, és azt terült ki, hogy két évtized alatt át lehet venni a hatalmat. Ezt tettünk például az amerikai egyetemeken, Nyugat-Európában ezt tettünk a bíróságokon, nézzük meg az olasz bíróságokat például, ugye, hogy szalvinítéppen most felmentették, hogy hát a bíróság elé akartunk állítani. Szóval ez történik, és ezt gyönyörűen lehet matematikai modellt, de bizonytani az időn. Most a kérdés... Ugyanez működik akkor is, bocsánat, hogyha ez az összetartó erő, tehát ez a kovász, ez mondjuk az érdek, mondjuk egy jól megfontolt politikai érdek, de gyakorlatilag ez történik itt, hogy csak ezt az ellenzéki össze valami csinálják. Nem csak közvetlen anyagi érdek van. Tehát ezek régebbi és családi, meg sok minden egyéb gyökerek, tehát a gyökerek mire nyúlnak, nem csak annyi érdeket kell. Itt nézve van egy érdek, természetesen egy összetevő, de nem csak annyi érdeket. De a kérdés az, hogy lehet, hogy az ennyi ellenre van jut. Tehát mert ez a nevezet, és azt mondtad az előbb, ugye, hogy gyakorlatilag ezek visszakerülnek ugyanazokba a pozícióba. Miért? Mert az egyik ott marad valahol úgy is, hogy nem egyszerűen. Ezt én úgy mondanám, hogyha volt talán valami amerikai film, ahol idegenek jártak köztünk, pont ugyanolyanok voltak, mint mi, csak éppen ugyanígy néztek ki, csak éppen amikor kezét megvágtok ide, hogy dolgotok mondok benne. De most itt is hát nem tudod, hogy mi van bennünk, de mert ide úgy néz ki, ugyan két füle van egy óra, egy szabályos kapcsolatot, de mégis más. Na most, hát ez az, ami ellen nagyon néztem. Pedig ezen a éppen a következőt, már nem tudom, hogy az egészben hogy valamit még akartam felé hozzátenni. Ugye német példát már itt az Európai Unió globális ügye kapcsán megnyilvánuló tehetetlenség, vagy működésképtelensége kapcsán dolgoztak az urak. Nem az az egyetlen terület, ami sürgősebbet forrás szorolna, ugye az Európai Unióban 2007-ben született, ugye a Lisszaboni szerződésének 2009-ben, tehát most már egy évtizede hatályba lépett, tehát hogy reformra szorul, mert egyszerűen ebben a jelenlegi formájában intézményrendszerében a globális kihívásokra nem tud választani az Európai Unió. Láttuk ezt akár a kihívásokon, hogy éppen a koronavírus kapcsán, de akár a migráció, terrorizmus, stb. Stb. Elhetve egy különböző válság
kisebb területeket korolni az elmúlt évekből. Tehát a módosítás illetően látszanak azért kiegyezésre utaló jelen bizonyos pontoknál egyetét is mutatkozik. Ami viszont egy nagyobb évek óta azt látjuk, és itt kapcsolódnék ahhoz, amit az urakról mondtak, azt az úgynevezett álszíri szervezetet próbálják elterültetni. Hogyan lehet? Hogyan próbálják az Európai Unió teljesen behajózó álszíri szervezetet megreformálni az emet? Nagyon röviden, mert itt elhangzott, nem is tudok, nem is akarok, sőt tisztában azt a múltat, amelyről a tanárról beszélt, sem szeretnék ezzel versenyezni, nem lesz egy tanárok jutani. De ha már itt tapasztalatok kerültek elő, akkor az életem egy részét arra fordítottam, hogy az orosz maffia működését megismerjem. Ez kriminológiai büntetőjogi szempontból természetesen nem képeztem magammal a jövőre nézve ezen a téren. És különösen a felkonnak bíró tevékenysége érdekelt, illetve aztán az adastiális gyilkosságának az előkészítése, amivel kivonták a forgalomból a szicíliai nyomozóbírót. És ez a minta egyébként az áttelepült az Egyesült Államokba, és az volt a lényege, hogy nagyon egyszerűen, hogy volt a vezető, kápó, az több vezetők közül, aki kimagasztik, az volt a kápó, a diszinti kápó, és az volt kápó rezsének volt, tehát a századokba tömörültem, és utána a római hadsereg mintájára lépték fel katonákból, illetve alacsonyabb rendű egységekből ez a szervezet. És hát az egyik szabály, azt mindenki tudja, a Szicíliából eredő, az Omerta hallgatás szabálya volt, és itt rögtön majd esetlegesen, ha rátérünk, akkor ma hallottam példaként, hogy hogyan alkalmazta az Omertát a bali bavális média az összegi beszéd kapcsán, hogyan hallgatják el. Ugye, ha elfelejteném, gyorsan előre bocsátom, hogy Berszám György magyar nemzet javatvezetője összegyűjtötte, hogy tavaly hány baloldali nap számolt be az összedi beszédről, 10-12 számolt és 0 lett az eredmény. Tehát a Zomerta az először is, hogyha képzavarnak tűnik, de létezik ezen az oldalon, de ami sokkal fontosabb, hogy az NGO-knak a működtetése, meggyőződésem szerint az maffia módszerekkel történik. Nem tudok más párhuzamot hozni, hiszen annál nagyobb gangsterizmus, mint hogy például bizonyos, és ezt Brüsszelben hallottam egy ottani illetékestől, a roma integrációs pénzeket anélkül szétosztani évtizedek óta nem lehet, hogy nem speciálisan pontosan tudják, hogy mely NGO-knak kell, hogy ezeket a pénzeket kioszták, egy természetesen tiszteltem kivételnek, és azt is elmondta ez az ottani tisztviselő, hogy nem is nagyon kell a kápolnak szólni, hiszen a kápolnak az egyetemén kiképzik azokat, akik pontosan tudják, hogy utána a kápó rendeltségébe tartozó NGO-knak kiposták ezeket a forrásokat, tehát hogy tudják a dolgokat. Most természetesen azért beszélek így, mert megtehettem, mint a Péteri Zoltán kiváló tanárom is a Pázmány Egyetemen, mindig tűzfölddel például hozott, hogyha a magyar visszás viszonyokat kívánta feltenni, és a tűzföldi harcolat felett meg a népszabadságnak. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a kápolna személyében hát többféle amerikai magyar milliárdos szakára bizonyítható lehet, hogyha valaki ezt szeretne, kedves nézőkkel bízom ennek a rejtvénynek a megfejtését, de az kétségtelen tény, hogy ma már olyan szinten a nem kormányzati szervezetekben vannak az Európai Unió vérkeringésében, hogy nagyon nehéz döntéshozatali befolyás szempontjából egyes kormányzatokat megkülönböztetni egyes nem kormányzati szervezetekkel. Tehát politikai tevékenységet végző nem politikai szervezetekkel, hogy azok a filozófiai ezek ilyen befigyelőségek. Így van. Hát az NGO-kat, illetve sok NGO van egyébként, tehát mi tulajdonképpen a politikai NGO-król beszélünk mostan. Ugye vannak olyanok, akik fogyatékos gyerekekkel foglalkoznak, tehát ami valóban társadalmi hasznos tevékenység. De most konkrétan ezekről a politikai NGO-król van szó, amelyek nagyon gyakran
környezetvédelmi formában jelentkezik, ez egy nagyon divatos irányzat ma, és ebből még a téma, ebből még sok problémát lesz nekünk, ez most is fejlődött, ugye a kormányzatnak az összejöveteli Strasbourgban. És én dolgoztam együtt civil szervezetekkel. Azt mondja kell, hogy érdeket történet, hogyha van arra idő. Hogy gyakorlatilag arról volt szó, ez a 90-es éveknek a második fele, hogy én azt vizsgálatok egy amerikai civil szervezetnek a kezdeményezésével, hogy a világbanknak a kölcsönei azok különböző országokban milyen hatással tettek. Tehát az eredménye az volt általában, hogy hát negatív hatás. Tehát mondjuk vitatkoztunk a világbankkal, ugye hát egy sereg baloldali szervezet, tehát itt van, beszerveztem az összes akkor létező, tehát a 10-es második felében létező civil szervezetet ebben a munkában. Na most, végül volt egy anyag, mi voltunk Washingtonban, megvitatni a világbank vezetőjével. És meg tudtunk volna egyezni. De az amerikai civil szervezet két és nyomokat megegyező, de meg tudom közös szöveg. És én valahogy kimentem a párgoltanom, és a világbanknak, hogy én kellőkért a sajtanom jött, hogy hát nem próbálnám én még rávenni őket, vagy tehát ugye mondjuk a vezető civil szervezet ellen szavazni, vagy valami ilyesmit, hogy mégis legyen valami közös kommunikáció végén. Hát nyilván ilyet nem lehetett fölvállalni, de utána, amikor vége volt ennek a dolgnak, akkor megkérdeztem az amerikai civil szervezetet, mert meg tudtunk volna egyezni. Tényegében is jöhetünk különbség. Következőket mondtam. Azért nem lehetünk megegyezni, mert abban a pillanatban, hogy én megegyezek velük, úgy egy másik civil szervezet azt mondja, hogy én lefeküdtem a világbanknak, és nem fogunk többet finanszírozást kapni. Tehát egy ilyen versenyzés is van, és emiatt a civil szervezettel, tehát legyen az volt vagy bármi, nem lehet megegyezni, mert egész nap a lényege abban élnek, hogy van valamilyen mozgalom, amit nem kell tartani, halannak finanszírozni kell. Tehát, hogy legyen egy konkrét példa. Ki volt tűzve 2030-ra a széndioxid kibocsátás 40%-os csökkentés. Ezt ugye az Európai Parlamentnek adján a bizottság is felmerült a 54%-ra, ugye? Tehát megvalósítottam az egész dolog. De ha mégis megvalósítható lenne, akkor 60%-ra is emeltek az Európai Parlament határozottan. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan dolog, amire talán egy biciklő használat van, ha nem tekint a biciklő fejlődőt. Tehát ezek a civil szervezetek és a politikai civil szervezetek, ez a feladatok. Nem lehet velük megegyezni, semmit nem lehet velük tőlük csinálni, ki kell találni nekünk egy olyan saját szervezeti rendszer és rendszer, ami nemzetközi, mert ők is nemzetköziek, amelyik ezzel fel tudnak lenni, fel tudják lenni veszteni. Tehát ez egy harc, tehát itt kell fölfogni. Hogy már itt a harcnál tartó, mi kérdezik el az Európai Unió jövőjét a sorosista szervezetek, vagy a sorosista szervezetek, a civil szervezetek, akik többször is valamelyek a civil szervezetek, mert valami felébe pontosan tudjuk. Nagyon érdekes kérdés, hogy hol van most Soros, és hol lesz az elkövetkező években. Ezt azért mondom így, mert egy nagyon-nagyon fontos társadalmi igazságot lehet gondolom, mert túl a politikai kommunikáción Magyarországon, amely a vita arról szólt, és megpróbálom rövidre fogni, de ez egy borzasztóan fontos kérdés, hogy lehet-e soha kérdőben állni. És ebben azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy akik antiszemitizmussal vádolták a Soros György bírálókat, derült ki, hogy súlyos antiszemiták, rasszisták és homofóbok, de legalábbis viccelnek ezzel, mert ugye úgy értelmény végül. És kiderült az is, hogy Benjamin Netanyahu, illetve a Likud, egy természetes szövetséges ebben a küzdelemben. Mert hogy a Likud is, mint jobb oldali izraeli párt, nemzetállami keretek között képzeli el az Izrael állam működését, szemben a federalista egyébként az izraeli nemzetállami identitásmutatók felhívító, sok esetben palesztin barátságosan támogatott el.
Sorosz György többször megpróbálta ennek anyagot megmutatni, nyilván ezért nem állásra az izraeli miniszterelnök. De amit ki szeretnék ebből hozni, és itt Barabásnak az a hálózat embereket hozzám föl, hogy ma már én legalábbis amennyit foglalkoztam az elmúlt két-három évben ezzel a témával, azt látom, hogy itt nem az a nagy dolog, hogy van egy NGO, és ez sikeres. Nem egy NGO-ra kell fókuszálnunk, hanem háttér kell lépnünk, és fel kell jönnünk, hogy ez úgy működik, mint egy nagyvállalat, amelynek van autógyártó részlege, esetleg TV csatornát is tartalmat, meg mondjuk mozifilmeket is finanszíroz, meg egyébként van egy egészségügyi intézmény is, amit működtet, tehát hogy lehetőleg a cégvezető a saját autóvajában megy el a saját kórházába, és esetleg olyan alkatrészeket látom, amivel olcsóba jut egy helikopterrel, amelyel arra a jaktolunk el, amely jaktot szintén részben ügyel. Tehát, hogy érthető legyen, egy igazi vábjátékos az egész palettáját. Sajnos a fogyatékosoktól, a hajléktalanokon át, a migránsok menekültek kérdéskörül. A zöld kérdés lehet egy konglomerátumon belül szabályozni, és akkor igazából tudom, mert akkor tudnak kötelezni belőle, és ha az egyiket megtámadják, akkor rögtön az összes többi felét. És még egyet hadd mondjak ezeket, ugye minél utána következő, tehát most hirtelen nem a világ panorámára kapcsoltak az emberek, hanem ezek gyakorlatilag tudományos tények, az Egyesült Államokban a paratörvénynek terült, stb. Tehát itt most nem szeretnék részletekbe menőleg mindent alátámasztani, de szívesen elbőzettem a később a mondandómat, de a földi terrorizmus, domestic terrorizmus, ökoterrorizmus. Miért van az, hogy a Greenpeace az Egyesült Államokban több államban belföldi terrorszervezetnek minősít? Pontosan azért, mert ez is nagyon szépen megvan. Ugye most látszol a Google témát, de ez is a lényeges dolog, hogy a BLM mozgalom is ugyanúgy a Soros hálózatnak a része, és akkor feldújják a komi történik. Az a legzeniálisabb az egészben, hogy utána a jogfosztottakat, meg jön egy másik civil szervezet, az megvédi a bíróság előtt, és akkor most mondom a legdurvábbat, nézzenek utána, és a bíró, aki dönt, mivel a kampányt lehet finanszírozni az Egyesült Államokban, a Soros ösztöndíjas volt, én is voltam Soros ösztöndíjas, olyan értem mondtából, hogy a fogalmi ösztöndíj, amelyben részesültem, mint éppen átból terült ki számomra, hogy azt is valahol lenne Soros díjat is finanszírozva, tehát ez egész világot körbeír, de hogy az Egyesült Államokban valóban egész folyamat, amit elmondtam, ez nem konkrét példából kiindulva, de elméleti síkon lehetünk szállani, ez egészen elképesztő. És ugye, amit tanár úr mondott, hogy zárásképpen ezt az egészet hogy kezeli a liberális tolerancia úgy, hogy Newt Gingrich, aki megfelelő mondjuk Szabad Györgynek, egy tekintélyes volt házelnök, szóba hozza Soros élőadásban az Fox News-on és leketeri a hangerőt. Elveszik tőle a szót. Hát könyörgöm. Most a produkciók egy jobboldali csatorna. Soros a demokraták, amit lemondjuk formulatóra. De hogy hol van itt a sajtó meg a véleményében itt a szabadsága? Tehát ez nem kell, valóban egy mérszer van, ez egy liberális egységcsomag, aki ettől az egységcsomagtól eltér, az kínban a civil világon kívül, a civilizáció kívüli teremtemre. És gyakorlatilag, hogyha megkérdezzük ezt az egész történelmet Magyarországra, mert hogy ez itt van, mert ez a folyamat, amiről beszélünk, Amerikából akár indulva a BLM mozgalom, ennek nyilván egy része volt, mert a gyakorlatilag egész pályás, vagy egész kontinens, akik átövelő társadalom átalakítási kísérletnek, mert hogy ez szabjuk gyakorlatilag minden téren. Szóval szorosan összefügg ezzel a témával, ezzel a kérdéssel az a kérdés, amit már a jövőben ezt akkor kicsitokban szóriváztunk ott el, hogy Magyarországon magyarul vagy külföldül próbálunk élni, és utána azt a kérdést is, hogy a hazai bajban, ugye azt tudjuk, hogy az általuk forgalmazott, mert amire mi is beszélgettünk, az Európai Egyesült Államok keretein felül, azok között képzelni a Magyarország jövőjében is, hogy gyakorlatilag ebbe az európai liberális kormányban, illetve is utaltak.
ilyen tevékenységet folytatnak a hazai kérdésében, vagyis ugye nem kormányzati szervezetnek. Tehát minden, amit itt összefoglaltuk, az hogy képeződik el itt a Magyarországon, befolyásban kell, vagy befolyásban kell, hogy jövő minden. Hát én azt gondolom, hogy elsősorban abban, hogy véleményt formálnak, tehát ugye ez a rendszer, ahogy ezt te is elmondtad, aminek a statórészét nem említetted, mert az, hogy kik a sajtóban szólt, ugye ez megint csak a sajtó tulajdonál döntő. Hát itt most lehet, hogy mondjuk az írott sajtóban, hát mondjuk azt, hogy a jobb oldal, tehát én szeretem a kifejezést, hogy itt nem jobb oldalról van szó, hagyományos értelemben, tehát egy nemzeti, meg egy globalista oldalról van szó. Tehát mondjuk azt, hogy a nemzeti, tehát Magyarországon a nemzeti sajtó, az írott sajtó, az talán körülbe van mondjuk a globalistákkal, de viszont a nem írott sajtóban, tehát az interneten viszont ott hatalmas a fölény, és az, hogy azt nemzetközileg megismétli, tehát akár nyugaton jelenik meg valami, akár itt jelenik meg valami, az részszer az egész világon szinten, és gyakorlatilag egy normális alatt tartják, nem csak azt, hogy a magyar kormány, hanem egyáltalán azokat, akik a magyar jelenlegi kormányt támogatják valamilyen okból kifolyólag, mert történetesen miatt együtt értelnek a politikájával, tehát pedig tartostan félnek attól a politikától, amit ugye, hogy emlékeztünk Gyurcsányra, amit ők képviseltek, ugye, hogy gyakorlatilag egy olyan adósságba vitték fel az országot, amiben vele húztak is, aki vesznek 3 évébe tellett, hogy nagyjából tudtuk gazdálkodni azt a csődöt, ami és utána kezdett az ország növekedni. Most, tehát itt gyakorlatilag az van, hogy ugye nem nagy, ezek a politikai enziók, ezek párfégyre válnak, de ugyanakkor a hangjukat, azokat a sajtó, különösen ugye hát az internet, az sokszorosan visszhangozva. De még azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak ezek az enziók vannak, hanem amit nem beszéltünk, a különböző ilyen tudományos intézmények, ugye amit angolul a szintéknek nevezik. Ezek gyártják az ideológiát, ugye hozzánk, ezek gyártják az ideológiát hozzánk, mert én azt szeretném hangsúlyozni, hogy borzasztó fontos az ideológia, az egész nyugati ideológia, amivel most szemben nézünk, ez tulajdonképpen a frankfurti iskolában gyökerezik, és ez a 20-as években kezdték szervezni, és a 60-as években kapott át az egyetemekre, és a 90-es évektől terjedt el mindenhol. És hát abban kell, hogy ez egy több évtizedes folyamat, de most itt kezdünk azt mondani, hogy valami szembe kell megnyitni. Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, ugye merül is fel ez a kérdés, hogy hogyan. Tehát, hogyha csak két konkrét példát hozott fel, hiszen ugye a TASZ által a magyar fiatalok közéleti érzékenyítését célzó tevékenység, vagy például az is, hogy a problémát is, amit is folytasztál, hogy az Európai Bizottság elismerte, hogy milliókkal támogatja a magyar bírók, illetve az idézett, hát a fogalmazhatok így személyek formálását, ezeket a különböző értékenítő tréningeket. A kérdéseket ugye a Soros-Györgyhöz köthető véletlen Magyar Nemzeti Bizottság szervezte, vagy szervezi. Ez csak két példa is lehetne még ezt a sort, amire a tanár úr is utalt folytatni. Milyen ez a kérdés, hogy milyen ellenszerünk van ezekkel szemben? Mit tanultunk el? Most legyünk rövid időre független objektívek, mert hogy tőlünk elvárják mindig, hogy legyünk azok. És mondjuk azt, hogy vagy játszunk el a gondolattal, hogy ők valójában nem tettek más, csak tréseket találtak működési lehetőséget, és miután ezeket a réseket más szervezetek nem töltötték ki, ők éltek a lehetőséggel, szemfülesek voltak, és nagyon sokszor például ezek a szervezetek úgy tudtak több forrásból pénzt szerezni, mondok egy Magyarországon működő modellt, hogy támogatta az Európai Bizottság a magyar büntetésvégbeállítási rendszer monitoringozását, de ugyanehhez a hálózathoz tartozó másik szervezet, nyilván teljesen függetlenül az előzőnek a vizsgálataitól, a rabokat képviselte Strasbourgban, és ebből komoly pénzek lesz a kifizetett le. Aztán kiderült, hogy ezek konkrét hírek voltak, hogy az a bíró, aki ítélt, az a felmutalmat.
ennek a konkrét NGO-nak a konkrét ügyében. Nem a szegregációval kapcsolatos terület, és azt hiszem, hogy ebben kategóriában van, de a piaci rész ott is megtalálható. Az egyébként a legutóbbi gyöngyös tetei ügy, az egészen drámai, hiszen ugye létrejön szerint sokak szerint és egy gyöngyös szerint arra, hogy ezt az egész hógolyót elindítja, majd pedig számolja magát, és hagyja, hogy mert a korábban jön a nehézkő, meg arról meg át, óriási károkat okozva egyébként is társadalmi feszültséget jelezte, az számomra a legsötétebb része az NGO működésének, amikor létrejövök, megcsinálom a bajt, aztán mosom kezeimet. Lehet, hogy nem így volt, természetesen mivel a bíróság nem mondta ki, ezért az ártatlanság jelenben mindenkit megillet, mint ahogy ebben az esetben is lehet, hogy ők félig gondolják, hogy ez így teljesen rendben van, hogy felmérik a terepet a bőtölekben, egyes szervezetek, majd partner szervezetek pedig kiterjük a hatalmas kártérítéseket a magyar államrendőre. De ha visszatérve azért a gondolattal, hogy mégiscsak legyünk reálisak. Tehát a gazemberség ebben ott van, hogy ezeket az összegeket természetesen nem a büntetés közállítási rendszer feljutására, vagy szóval fejlesztésére szolgálják. Ezek a szervezetek nem szolgálják meggyőződés sem szerint azt, hogy Magyarország jobb hely legyen. És akkor felteszem a kérdést, hogy milyen célszolgál az önműködésük. Felteszem a kérdést, hogy mondjuk Bécs megkérte, hogy a bizonyos vállalkozási szerződéseket titkosítson nálunk, miért lehet minden szerződés, minden minisztériumi kontaktus kikerül. Ez egy kérdés, most nyilván én már látom el, hiszen még mellett a betegújságírót, aki írja le, hogy hogy korlátozom a jogállamot, csak kérdéseket teszek fel, ami Bécsben működött, az Magyarországon vagy Budapesten, azt a most, ami Budapestre nem feltétlenül kívánom ezt, és itt jön rá, hogy mennyire elfogult vagyok, De úgy általánosságban azok ezek a kérdések ott lehetnek a fejünk fölött. Tényleg az érdekét szolgálja, hogy ennyi szemzeti gazdasági adatot kikérjenek kihez után. Miért van az, hogy ezek a szervezetek sokkal jobban ismerik a magyar jogot, mint sokan ismerték közülünk, amikor 2010-ben ezen az úton elindultunk. Sokkal képzettebb voltak ezek a civil szervezetek, vagy a civil szervezetek jogászai, csak aztán végül is kiderül, hogy abban veszélyesen, félelmetesen, hitelszuper, liberális szűk államon, hogyha ott vannak a konkrét feladatok, mint 2008-ban, akkor csak akkor tud két lábon megállni, az egyik hónallal az IMF nyúlt, a második hónallal pedig a világban. Egyébként összerődne Európa betegemben lettünk, és ugyanazok a hitelek, akiket ismerek, és az említett NGO környékén lévő jogászok, azok minisztériumokban jutnak, a gyurcsányi bármely kormányok idejól, tehát nem éveszem minket meg ez a hihetetlen bűnt és nagy képviség, és le lehet őket ígyőzni, egy ilyen egyszerű, nagyitlábas jogászus, mint én tudok az átlátszóban szemben terjelni, tehát ugye alapvetően abból kell indulni, hogy ők egy olyan forrára indulnak, egy olyan tapasztalati előnye és egy tudásbeli előnye sok esetben, amellyel, hát hogy mondjam, egy gyors tampolunk keretében igenis fel kellett zárkóznunk és fel kellett tennünk a versenyt. Van ennek a, és ezt el kell szövetni, ennek a küzdelemnek van ennek része is. De a legtöbb az nem talán, mert nem vagyunk egy súlycsoport. A Magyar Helyzeti Bizottság 500 millió forintból él az ő saját elmondása szerint egy évben, ezt mondjuk az MSZP megirigyelni ezt a költségvesztést. Tehát itt erre azt kell, hogy mondjam, hogy és ez csak az egy szervezet, ahol sok közül a kifirati, amelyeket a köznyelv az úgynevezett soros hálózatot sorol, de legalábbis ebben nem Magyarországon külföldön finanszírozott civil szervezet kategóriába sorol, amelyet ugye most az Európai Bíróság döntése nyomán ennyi kategóriáját kell felejteni, de az kétségtelen tény, hogy bizony ezek a szervezetek nem a többségében nem azért vannak itt az én véleményem szerint, hogy jobb helyre tegyék az országot. Azokkal nem kormányzati szervezetek, ahol a 60 ezerből a 90% vagy a fölötti mennyiség civil szervezetek, azok nyilván azért tesznek leginkább lokálisan, hogy a saját környezetük és a saját lakókörnyezetük jobb legyen. De ezek a politikai nyomás gyakorlatilag szervezetek van abban, amelyek elsősorban fővárosban működnek,
ezekről azt kimentek. Na hát apropó gazemberség és apropó MSZP-n, mert 26-án van, és hát ugye hívnak bátran, így nem lehetünk a szó nélkül Gyurcsány Ferenc összédi beszéde mellett sem, hogy őt 15 éve hozott fel, és aztán azokat az, ahol vezetett a beszéd, és annak utoljának a képviselőben állt ugye a történelembe. Sokan mégis vitatják, hogy érdemi hatást gyakorolt volna a politikában. Hogy érkeznek így 15 év századjából, mint erről az volt, hogy azt mondják, hogy egyébként meghozta az eredményeket, de nem tudja. Hát én az eredményt megkeresztett, mert itt a gazdaságpolitikai szempontból tudok ehhez hozzászólni, hogy ahhoz értek, hogy arra majd mondani valamit, az általános politikai hatását ezt esetleg próbálnak is elmondani. Nem vagyok tiszteletben, de mondanám, hogy én például így egészségügyi jogból szereztem tudományos fokozatot, úgyhogy akkor visszaadom, mert abban még kevésbé is az volt bele, de gondolra fordítva, miután ezt a kérdést már egyrészt többször áttárgyaltuk. Másrészt vannak olyan összeltállatlan területei, amikről kevesebbet beszéltünk, akkor engedjétek meg, hogy nagyon röviden egyetlen egy kérdést a fókuszálnak. Felesen arra, hogy azt mondták, hogy ez azért egy értékes beszéd, mondták Szemeszkéri Szólán, mondta Dobrev Klára, mondta a teljes baliberális média, tehát ez egy azért értékes beszéd, mert egyrészt az a része az természetesen egy költői túlzás, hogy hazudtunk, hogy nem kormányoztunk, hogy tükköztünk, azt az elpiszikelőket közé helyezik el. Ami viszont a hazugságról szól és arról, hogy becsapták az embereket, az egész magyar politikai elitre vonatkozik, és végre valakinek ki kellett volna mondani, vagy ahogy amit idéztek pontosan a beszélgetésünk előtt, amikor jövők volt, hogy ezt a parlamentben kellett volna elmondani. Hát azért is gondolat, hogy beszéltél arról néhány percet korábban, hogy azt hiszem, hogy Bestán, ugye, amit említettek, hogy ő tavaly szemlézte a baliberális sajtot, és nem találtam, hogy lehet, hogy ennek az oka, hogy Brolyant vagy Jövők volt, vagy az Origóban kapott interjút, és ott van ezt a mondatot, amire te utáltál, hogy ezzel a beszélben gyakorlatilag ez volt a probléma, hogy ők sem szeretnénk látni. Igen, de, és akkor itt általán segítem az esélyt, ez a megjegyzés segítem tanágyoltabb, hogy rácsatlakozzon a témára. Most csinál az a pillanat, hogy több kiszivárog a beszéd. Majd a parlament bizalmatlanság gyűjtványról dönt, egyhangulag az MSZPSZ-es beadult Ferenc mögé, és utána el az ember még 3 évig kormányoz. Hogy gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc már 2003 végétől a Megyesi kormány körül szimbólog, ez már a kormányzat része. A beszéd valószínűleg erre a 3 évre vonatkozott érdemben, amire ő látott. És utána kapott ugyanennyit, hogy bebizonyítsa, hogy ő nem egy beteges hazudozó, ő nem egy olyan ember, aki tudkozik és elhagyott különböző adatokat, és csak így tud megnyerni egy választást, hanem egy kormányzó képes, egy a magyar gazdaságot, a magyar társadalmat felvirágoztatni képes, sikeres, ügyes politikus. Ha ennek lett a vége az, hogyha nem jön az említett két szervezet, akkor csődbe megy Magyarország. Magas államadóság, meg ugye megugrott államháztartási hiány, adók az egekben, a progresszív adózás 19%-os társasági adó, családi kedvezmények leépítése, 13. havi nyugdíj elvétele, munkanélküliségi ráta magas,
lehetne olyan gazdasági összehasonlítást, ami azt mutatja, hogy a gazdasági növekedés szempontjából nem voltunk rossz állapotban, de erre rácsáltva azt, hogy a bajnai kormány bevezetette volna a nyugdíjprémiumot, hogyha van egy bizonyos szintű GDP növekedés, de mivel ezt nem érte el Magyarország, ezért csak egyfajta ígéretként tudta jogalkotási szinten beépíteni a törvényhozási átszorozatban vagy rendbe ezt az intézményt. Magyarán én azért gondolom azt, hogy össze duplán tragédiára az újkori magyar történelemnek, mert először ezt az embert, aki elmondta, hatalomra tartották, és utána még három évig itt tudod lenni. Tehát azért ez talán az igazi dráma, hogy egy beteges, egyszerűtelen hazudozó három kudarcos éve után mindig rápakoltak három éve. Ki nem volt? Ilyen hazug, beteges, nem tudom, keresztik a jelzőket, csaló vagy, három évet, és bizonyít be, hogy beteges, hazudozó, csaló, tehetségtelen politikus vagy. Tehát az egész valójában elég szűrő, és hogyha belőle. Mi a saját maguk átmenetésére? Először az egész elmúlt évtized, és az elmúlt évtizedek, hogy a konflikt állandóan ugyanúgy mentegetik saját magukat. Így mentik át, úgy mentik át, amúgy mentik át. Hát végsősorban ennek 2011-et vettek, és azóta három két hónap folyamatosan mutatja meg ennek a garnitúrának, egy kis tartomra megint visszautalok, hogy itt bizony belületek nem térnek, hanem legalábbis olyan dózisban nem, amilyen a dózisban kaptak belőle 2011-et. No, hát a gazdaság politikát így hatterem, hát mindséges minden műszakunkra, ugye, tehát a Gyurcsány által emlegetett emberek, akik ugye felfőzték ezeket a gazdaságpolitikai hibákat, mert maga a Gyurcsányt ezért megértett ezt a háttér. Ők nekem testbeteg kollégáim voltak, vagy hogy mondjam, hát pénzügyminisztérium dolgoztak, én az azt, hogy kollégák voltak gyakorlatilag. És én már 80-as években is értéktől belékezettem. Hát ez egy mindre egy jó dokalmi. Jött a bukott csomag, csomagot egy szörnyűséget, jött a Fidesz. A Fidesznek a 98-2002 közötti kormányzása nagyon sikeres volt. Emiatt Orbán Viktor úgy gondolta, hogy nem is kell kampányolni, és 6000 szavazaton elment a kormányzás, elvesztették a választást. Na most utána jött a szocialista kormányát, mert első dolga az volt, hogy volt egy lakás konstrukciója a Fidesznek, ugye ami elég sikeres volt, azt felszámolta, és ezzel szemben behozták a svájci hitel alapú, svájci bank alapú kölcsönzést, amivel az ország ezzel is eladósodott, de kétségtelen, hogy túl költekeztetni, azzal is eladósodott, mert biztos elkövettek még egy szerethibát. Lényeg az, hogy mikor a Gyurcsány beszélt elhangzik, akkor a Gyurcsányok rájöttek, hogy félre kalkulálták magukat. Tehát én egyébként tulajdonképpen nem is hazugságnak látom, amit ő mondott, hanem sokkal rosszabbnak az, hogy fogalmuk nem volt, hogy mit csináltak. Tehát akkor jöttek rá, amikor már össze-vissza kellett kapkodni, és akkor még három évig kapkodtak össze-vissza, és hogy te előbb említetted, hogy akkor a végül ráálltak a IMF-nek, vagy a világbanknak az állára, hogy egyáltalán túl tudjanak élni, és akkor a Fidesz 2010-ben megörökölt egy rakásadóságot. Ugyanis egy, és akkor már folyamatosan volt ellenünk Brüsszelben ez a többet deficit ellenés. Ugye ezt is megörökölt. És akkor ugye csinálták azt a merész lépést, hogy a addig bennünket kiszopolódott bankokat, mert kivitték a pénzt rendesen, ugye azokat is megadóztatták, ugye voltak ilyen különadók, lényeg az, hogy három év alatt nem lehetett tenni többé kevésbé. Na most én, tehát az ország gazdaság egy utána kezdett a gazdasági növekedés, ami hát egészen, ugye most a koronavírus félbe szakította, de már egy ilyen díj alapú formában már megindult a gazdaság. Tehát lényeg az, hogy én nem a politikai bűnei alapon, mint közvallom azt, hanem a gazdasági bűnöket. Tehát, és én attól félek, hogy ezeknek újból haszon kerülne a kezébe, akkor nem csak a migránsok tűnjenek be, hanem újból eladósítanák az országot megint, és egy jelentetlen helyzetet teremtenének. Úgyhogy nekem az egész
Gyurcsányféle dolgok a üzenetben, hogy önmagasztok olyan közolgások vannak, akik ugyanazt hirdetik magukról, hogy mondjam, hogy ők az igazi szakemberek és értenek mindenhez, a gyakorlatban, hogy ezt te is utaltál rá, abban a pillanatban, ahogy nem magukat kell kényezni újságban, különböző rendezvényeken, hanem konkrétan meg kell valamit oldani, akkor sőtbe mennek. És egyikben van a beszédben, tehát hogy elolvastuk a beszédet, akkor azt tartom azt, hogy megnevezni, nem most nem akarok felsorolni, de megnevezni ugye ezeket a nagy tudós, nagy elképzelt embereket, akiknek fogalmuk nem volt a dolgokról. Egyébként egy pozitívan emelnék ki egy mondatot a Gyurcsány beszédből, azt mondja, hogy mindenkinek rengeteg ötlete van, addig nem kell számolni. Most ebben az egyébben van, és ez nem kell nincsen, hogy aztán ugye általában. Ez európai, tehát most, amiről konkrétan szó volt tegnap előtt az a Strasbourgban, ugye a kormányzatokon köszönöm a klímahelyzet, illetve a klímacéloknak a teljesítéséről. Egész abban mindenként annak értetei lehetnek, hogy nem számoljuk, hogy ez mennyibe kerül, vagy nem megvalósítható egyáltalán. Ugye Orbán Viktor mondta, hogy ez hatalmas pénz, nem csak hatalmas pénz, hanem meg nem is lehet megvalósítani. Tehát én szívesen fogadjuk nagy összegbe, hogy 2030 ezer szírókat nem lehet elérni, nem biztos, hogy meg éven úgy, hogy szakni valaki felosztuljál ebben a dologban. De a lényeg ennek a dolognak az, hogy sajnos az üzenete a Gyurcsány társaságnak az, hogy nem értünk a gazdasághoz. Voltunk gazdaság, voltunk kormányon 94 és 98 között, de kosszomagot csináltunk, voltunk kormányon 2002 és 2010 között, így vezettük megint az országot, ugye? És én nagyon félem, hogyha most lehetőséget kapnának, akkor ugyanazt is megtennék meg. Köszönöm szépen a beszélgetést!